Kálmán Attila, Hamuherceg és az üvegcipellő. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyság. Ebben a királyságban született Hamupipőke hercegnő. Á, ez unalmas! Mindenki ismeri a történetet. Valami kreatív kéne és egyedi. Megvan! A történetet ismerik, de a folytatás senki álom országban már nagyon régóta a hamu királyi család uralkodik. Hamu pipőke hercegnő cipellőjét pedig a trónteremben őrzik, mint örökséget, amire büszkék. Erre a hagyatékra pedig hetedik hamu herceg a legbüszkébb. Minden este meghallgatta a dédük anyja meséjét, és arra gondolt, hogy milyen jó lenne találkozni a jó tündér keresztanyával. Azóta a herceg megnőtt, és elmélyült a csodák és a tudományok világában. Szülei boldogok voltak, hogy ilyen okos a fiúk. A tanára is megdicsérte szorgalmát és leleményességét. Legnagyobb találmánya a hőlékbalon volt, amelyet repülőszönyegekből vart össze. Egyik reggel a herceg szörnyű lármára ébredt. A király hívta össze a palota népességét. Emberek, szörnyű dolog történt! Valaki ellopta az üvegcipellő jobb párját. Te jó ég! kiáltott fel a palota népe, szinte egy emberként, kivéve a manó szakácsokat, ők egy manóként. Kérlek, emberek, folytatta a király, valaki vállalja el, hogy megkeresi. Én vállalom, kiáltotta tömegből hamu herceg. Köszönöm, fiam, reméltem, hogy te nem hagysz cserben, de hogyan fogod meglelni? Úgy, hogy segítek neki, hallatszott a tömeg mögül. A jó tündér keresztanya jött be az ajtón. Köszönöm, drága jó tündér, hogy idejöttél, jöttél, üdvözölte a király. Szívesen, fiam, de igyekeznünk kell. A herceggel szeretnék beszélni a műhelyében. Azzal elővette a varázspálcáját, és egy szempillantás alatt ott teremtek. Ó, jó tündér keresztanya, olyan boldog vagyok, hogy találkozhattam veled. Én is, fiam. De sietnünk kell. A cipellő egyre távolodik a palotától. Mondd csak, ugye te feltaláltál valamit, ami tud repülni? Igen, de nagyon lassú. Semmi baj. Csak egy kis varázslat, és már is olyan gyors lesz, mint a táltos lovad. Kérlek ne feledd, hogy a balpár annál homályosabb lesz, minél távolabb van tőle a jobb pár. Köszönöm a tanácsot, jó tündér! már is útnak indulok. Azzal beszállt a hőlékbalomba, és elindult. Először a testőr országon repült át, majd a sárkányok országán. Szegény herceg itt rendes kalamajkába keveredett, ugyanis egy gonosz sárkány megette az élelme felét. Később elérte a szeles hegyeket, ahol egy vihar miatt neki ment egy csúcsnak. Ettől az ütközéstől kiukadt a kosára, amelyben ült, és kiesett az élelme másik fele viszont nem akart meghátrálni, mert a balüveg cipő egyre fényesebb lett. Mivel nagyon fáradt éhes volt, arra gondolt, hogy alszik egyet, hát ha az segít. Álmában megjelent neki a jó tündér, és elkezdte bíztatni. Ne félj, hamu herceg, segítek neked! Mikor reggel felébredt, a herceg két szép nagy tököt látott meg maga előtt, és a kosarat is befoltozták. Mire megette az egyik tököt, az üvegcipellő úgy felragyogott, mintha csak úgy lett volna. Épp a kereskedők országának a határán járt. Leszállt, de amint kilépett a járművéből, a cipellő elkezdett veszíteni a ragyogásából. Gyorsan vett magának ennivalót, és újra felszállt. Legnagyobb meglepetésére az útja visszavezette a palotába. Sajnos a hegy ugyanúgy kiukasztotta a kosarat, és a sárkány ugyanúgy megevett minden ehetőt. Már csak a másik tök maradt a balomban, és az is elfogyott, mire megérkezett. A bal cipő a trónterembe vezette a herceget, aki nagy csodálkozására ott találta a párját. A nagy ámulat ellenére sem tudott megszólalni, mert túl fáradt és éhes volt hozzá. Ezt látva a szolgálók és a királyi pár az ebédlőbe vezette a herceget, ahol megetették, és végre ki tudta magát pihenni. Mikor befejezte a vacsoráját, megkérdezte apját, hogy mi történt. Tudod, fiam, már nagyon piszkos volt az üvegcipő. Az egyik szolgáló kértem meg, hogy tisztítsa ki. Mikor végzett vele, felrakta a többi tiszta cipő közé a polcra. A zsákhordó szolga épp a kereskedőknek vitte egy zsák kakaót de előtte bement és felvette a csizmáját a kitisztított cipők közül. Nyilván ekkor beleesett a cipellő a zsákba. A kakaótól azt hitték, hogy véletlenül az egyik cselét cipőjét vitték el. Visszaküldték, és amikor újra kifényesítették, akkor vették észre, hogy ez a hiányzó jobb üvegcipő. A herceg ezen csak jót nevetett, hisz ennek hála találkozhatott a jó tündérrel, és kipróbálhatta a találmányát, amelyről meg kell hagyni. Egész jól működött.